Egészen másról fogok beszélni, aki netán egy órával ezelőtt is hallott. Nem tudom, mennyire azonos a társaság vagy más, de szemembe világít ez, mindegy, akárhova állok, szemembe világít. Szóval, tehát a homo informaticus úgy tűnik, hogy egy egészen másfajta, szóval más lesz az emberiség, akár már 10-20 generáció múlva, mint most. Például más lesz abba, hogy, na, most mondok két kérdést, logikailag ugyanaz a kettő. Az egyik, ha egy bank linkeskedik annyiba, hogy kifejez olyan hiteleket, amikről félő, hogy nem fogják visszafizetni, de akkor is érdemes kihelyeznie, mert van egy csomó pénz benne éppen, és hova tegye. És meg bukás szélén áll, mentse el meg az állam ezt a bankot. Hát azért veszélyes megmenteni, mert azzal pont ezt a gondolkodást éltetjük tovább, hogy majd az állambácsi megment, ha baj lesz. Egy másik kérdés. Születik egy gyerek mondjuk pilórusztenózissal, tehát ilyen elzárodott nyom, vagy miten, szóval ilyen gyomorkapu szűkülettel ez az. Na, a csecsemőkori gyomorsavú szűkületet, ami azt jelenti, hogy a baba így sugárba hány, és többnyire 2-3 napon belül meg is hal, ezt egy nagyon egyszerű műtéttel tudjuk gyógyítani, és ráadásul semmi nyoma nem marad, sőt, még egy kicsit előnyös is az életre, mert általában a pylori sztenózisosok úgy erősebb testalkatúak, ez a génhiba, mert ez egy génhiba, ez ezzel is jár mellesleg. Annyira, hogy például az olimpiai bajnokok között majdnem 10-szer olyan gyakori az, aki ezen a műtéten átesett néhány napos korában. No, mentsük-e meg ezeket a gyerekeket? Azt is tudni kell, hogy a pilórusztenózis génje az egy domináns gén, tehát nagy valószínűséggel a gyereke is az lesz. Hát elég egyértelmű a közmegállapodás, hogy igenis. Ha az én gyerekemnek a élete egy életmentő és egyszerű és majdnem biztosan működő műtéten múlik, hát nehogy már megvonják tőle ezt. De a dolog logikája ugyanaz, a bankok esetében ott túléletünk egy helytelen gondolkodásmódot, vagy a gyomorkapu szűkület esetében ott túléletünk egy halálos gént. Tehát ha ezt csináljuk és csináljuk, 10-20 generáció múlva nem lesz olyan, hogy otthon szülés, mert mindenki 2-3 életmentő műtéttel fogja kezdeni az életét. Ez már a homo informaticus. Nem ijesztgetek, azért nem ijesztgetek, mert lehet, hogy az ember erre született, nem kell feltétlenül otthon születni, nem kell lehet orvosi felügyelet alatt születni, és 2-3 ilyen korrekciós műtétet végrehajtani születéskor, de úgy tűnik, hogy erre haladunk, ez a homo informaticus. Na most, ja, van nekem prezenterem, nagyszerű. No, egy gyakori félelem például, hogy az internet tönkreteszi az emberi kapcsolatokat. Hát, itt van például egy tipikus kép, mindnyájan láttatok már ilyet, vagy akár akár a másiknak a helyében voltatok alanyai, de... Ugyanakkor az internet az egy közösségi élmény is lassanként kezd kiderülni. Vagy például ez a két kamasz itt, ez most elidegenedett vagy sem? Dehogy elidegenedett, hát fizikai kapcsolatban vannak, többet érintik egymást, mint a régi, a homo sapiens. Nem lehetett ott ennyit így ülni, miközben persze jó, mindenki csinálja a magáét, de azért itt egy egyértelmű fizikai kapcsolat van. Tehát a homo sapiens evolúciója egyáltalán nem fejeződött még be. Szóval hajlamosak vagyunk tranziens jelenségekből, tehát átmeneti ideiglenes jelenségekből évtizedekre, vagy évszázadokra, vagy évezredekre vonatkozó általánosításokat levonni. Főleg most, hogy ennyire gyorsan változik a világ. A televízió hát meg fogja szüntetni az emberi kapcsolatokat, mindenki ül és bámul. Ehhez képest a kocsmák tele vannak. A videó meg fogja szüntetni, de a mozit nem szüntette meg. Tehát valahol az evolúció, érdemes evolúció szemmel nézni ezt, és az evolúcióról annyit kell tudni, ez a legfontosabb jellemzője, hogy az evolúció az
mindent csinál, amiről a műegyetemen 5 év, vagy az ELTE TTK-n, mindegy, tehát mondjuk egy műszaki képzésbe 5 éven keresztül szoktatjuk le az embereket. Ugyanis, ha egy mondatban össze kell foglalnom a műegyetem lényegét, mindegy melyik szak, villamosmérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök vagy bölcsészmérnök, mert ilyen is van most már ott, média szak meg, közgáz szak meg ilyenek, mindegyik műegyetemi szaknak a lényege egy mondatban, hogy ne gányolj, hanem tervezz. Ez mindegyikbe közös. Na most az evolúció az mindent csinál, csak nem tervez. Az evolúció gányol, buherál, fuserál, használja azt, ami éppen van, arra rúgja a labdát, amerre áll, és nem tervez. Az evolúció az már csak így működik, hogy véletlen változások mozgatják. Tehát ezek közül, amit itt láttok, egy apró gén különbség van, és ennyire más formáció lesz belőle. Na most Darwin és Mendel 150 éve tulajdonképpen sokkal többet fedeztek fel, mint amennyire indultak. Ők biológusok voltak, a biológia logikája érdekelte őket, de tulajdonképpen az élet logikáját fedezték föl. Nagyon különböző a két ember. Darwin csak a nagy kép érdekelte, hogy hogy jött létre ez a rengeteg faj. Itt van 4 millió faj, vagy még valamivel több is. Hogy az Istenbe tudott ennyi létrejönni? Hát, ha mondjuk az Úr 6 nap alatt megteremtette őket, szerintem itt mindenki ki tudja számolni, az azt jelenti, hogy másodpercenként 17,5 fajt kellett teremtenie. Ez még az Istennek is sok valószínűleg. Itt valami talán lehet, hogy más a magyarázat. Egyébként ráadásul az 6 napból az első 3-at nem élő lényekkel föltött, hanem szétválasztotta a világosságot, meg a sötétséget, meg ilyesmi. Ha 3 nap alatt teremtette, akkor meg másodpercenként 35-öt kellett teremtenie. És akkor még nem számoltam bele a már kihalt fajokat, az van legalább még egyszer ennyi. No, Darwinnak az alapgondolata az volt, hogy a fajok egymásból jöttek létre. Darwin tulajdonképpen egyetlen egy dologra nem válaszol, arra, ami a könyve címe. A könyve címe az, hogy a fajok eredete. Darwin egyetlen egy dologra nem válaszol a könyvébe, hogy mi volt az első faj. Ugyanis az, hogy ezt a kérdést értitek, ez azt jelenti, hogy Darwint alapvetően megértettétek. Mert addig, amíg Darwin nem volt, senkit se érdekelt, hogy mi volt az első faj, hát ami a teremtőnek először eszébe jutott, ugyanúgy jött létre, mint a 25 ezredik vagy a 10 milliómodik, megteremtette őket valaki. Ha értjük Darwint, akkor értelmessé válik az a kérdés, hogy mi volt az első faj, nem tudjuk. Hogy honnan jött létre az első faj, ez az, amit nem tudunk. Tehát tulajdonképpen Darwin egyáltalán nem mond ellent annak, hogy az Úr valamit teremtetett, csak nem egyesével a fajokat. Na ez a Darwin. Gregor Mendel pont a nagy kép nem érdekelte, hanem a kis kép. Tehát, hogy hogyan öröklődik egyik generációra a másikra egy-egy tulajdonság, tehát a dolgok. Miért van az, hogy mindjárt hasonlítunk is a szüleinkre, meg különbözünk is tőlük. És hát Darwin Mendelnek a gondolata, ha egy mondatba kell összefoglalni, az volt, hogy az életet olyan dolgok hozzák létre, generálják, amelyek önmagukban nem élnek. Már el is felejtettük, hogy miért génnek nevezzük a gént. Mert generál valamit, egy tulajdonságot, mit te a szemszínét, az ujjak számát, egy enzimet a gyomorba, bármit. És mi a fajok, azok egy-egy ilyen tulajdonság halmaz. Tehát azt kell érteni, hogyha mondjuk az én szemem barna, és a kutyám szeme is barna, az pont ugyanattól a géntől van. Csak ez a gén egyszer egy olyan géncsapatba talált helyet, ami egy kutyát generál összességébe, egyszer meg egy olyant, ami egy olyanba, ami egy embert. Na, ez a logika, igazából Mendel a fontosabb ebből a szempontból, a kiskép szempontjából, a nagykép szempontjából pedig Darwin. Amire ketten együtt rájöttek az, hogy ez nem csak a biológiai élet logikája, ha már így logikáról beszéltem az előző előadásban is, hanem ez általában az élet logikája, legyen az akár a gazdasági élet, vagy akár a szellemi élet. Néhány 5 évvel ezelőtt, ha megkérdeztem mondjuk egy ilyen 100 embertől, hogy
hogy ki ismeri azt a szót, hogy mém, ketten-hárman, ha jelentkeztek, most szerintem mindenki jelentkezne, csak közben mást jelent. Ugyanúgy mást jelent, mint a relativitás, mást jelent egy fizikusnak, mint ugye egy hétköznapi embernek. Ettől még nem baj, ettől még nem hülyeség, de ami a lényeg, hogy a logikája ugyanaz. A gondolatokat is olyan dolgok generálják, amelyek önmagukban nem gondolatok, csak egy-egy tulajdonságát határozzák meg. Tehát a mém az, ami egy tulajdonságát határoz, most szakmai szempontból az internetes mém az mást jelent ma már, és maradjon is meg, mert szükség volt egy ilyen fogalomra is. Egy ilyen hétköznapi fogalomra, mint amit internetes mém alatt, ami terjed az interneten, értünk. De vagy a gazdaságban. A gazdaságban is van egy olyan, ez lett az általános neve, hogy replikátor, tehát ami képes önmagát replikálni, mint mondjuk a barna szemgénje. Egyik gyerekem barna szemű, a másik meg kék. Úgy látszik, bennem is van kék szemű gén is, csak a barna a domináns, mert az Mendel felfedezte a domináns és a recesszív öröklődést. Tehát egyébként 7 éves volt a lányom, amikor oda bújt hozzánk az ágyba egy ilyen vasárnap délelőtt, talán 11 óra lehetett, de még nem keltünk föl, és azt találta kérdezni, hogy a te szemed barna, anya szeme is barna, az enyém meg kék, ez hogy lehet? Na most hát onnan lehet tudni, hogy kezdenek felnőni a gyerekek, hogy elkezdenek olyanokat kérdezni, amire van válasz. Tehát amíg olyanokat kérdeznek, hogy mondjuk mit csinál a szél, amikor nem fúj, mit lehet erre válaszolni, valami kedves hülyeséget. Na tehát itt, ha ilyet kérdez a gyerek, el kellett mondani ott helyben az ágyban neki a domináns meg a recesszív öröklődést, Mendel kísérleteit, és értette is, mert azért kérdezett ilyet, mert megérett rá, hogy megértse. Úgyhogy amikor 10 évvel később a gimibe tanulta ezeket, akkor csak így legyintett, hogy hát én ezt már ősidők óta tudom. No, tehát a gazdaságban is van ilyen, a tőke bizonyos formája, tehát ez a pénz itt a zsebemben, ez nem fial semmit. Ahhoz, hogy fialjon, az be kell fektetni egy gazdasági élőlénybe, mondjuk egy vállalkozásba. Erről szólt az előadás ennek a logikájáról, ha úgy tetszik. De olyannyira például, mondok egy példát, itt van például a globalizáció, amit általában hajlamosak vagyunk nem szeretni gyanúsnak tekinteni, pedig a biológiában is történt egy ilyen globalizáció, ami most a gazdaságban történik, mert ugyanabból a logikából fakad. Tehát a biológiában itt van a genetikai kód, amelyik majdnem minden élőlényre azonos, egyébként nem mindenre. A genetikai kód akármilyen kód lehetne, tehát akármilyen nukleotid hármas, akármilyen aminósavat kódolhatna. Ott van a táblázat, hogy mi mit kódol, de nem mindenütt. Például a kandida gombának egy kicsit más a genetikai kódja, mint az élőlények többségének, de mondok durvábbat, a mitokondriumoknak, azok is egy élőlény, egy kis élet az életbe, a mitokondriumok azok, amelyek a sejt energiaellátásáért felelősek, tehát egy élőlény a sejtjeinkben, az például egészen más, durván más genetikai kód alapján működik, mint az általában a földi élet. Úgy tűnik, hogy az ott véletlenül egy olyan jót alkotott az evolúció, hogy az úgy maradt, nem kellett jobb, vagy nem lehetett jobbat. Néha az evolúció nagyon telibe talál. No, a genetikai kódnak megvan az üzleti életben is a megfelelője, úgy mondhatnám, hogy egy monetikai kód, az a nyelv, amin az üzleti tervet kell írni, amiről az előző előadásban meséltem, hogy az meg mi. Tehát tulajdonképpen ezek által generált rengetegféle élőlény van. Ezek egyrészt ilyen globális élőlény, ami az egész világon él. Ilyen mondjuk a csótány, a patkány, a szúnyog vagy az ember. Jó sorba vagyunk végül is. Tehát, és vannak egészen lokális lények. Azt a virágot ott talán ismeritek. Ismeri valaki? Pedig hallottatok róla, ez a bánáti bazsarózsa, az, ami miatt nem épült az engőn radar, óriási gazdasági kárt okozott, ha úgy tetszik, mert valami sokkal alkalmatlanabb helyen épült egy radar, sokkal drágábban. De szóval
Még az se igaz, mert én 1 milliárd forintból állítom, hogy földi paradicsomot tudnék a szomszédos hegy oldalon csinálni a Bánáti Bazsarózsának. Jelenleg csak az Engő északi oldalán él, az az élőhelye. Meg lehetne csinálni sok pénzből a szomszédhegyen is, hogy jól érezze magát. De jó, volt egy fontosabb ezúttal memetikai szempont, a környezetvédelem, ami itt tudta megmutatni magát, itt tudott tényleg annyira fájni, ha úgy tetszik, a gazdaságnak, tehát egy másik evolúciónak, hogy az már figyelembe vegye. Tehát ne értsetek félre, se nem szidom, se nem dicsérem egyiket se. Az evolúció már csak így működik, hogy gányol és nem tervez, működik. Tehát általában generált különféle élőlények vagy vállalkozások. Tehát például ezáltal azt mondom, hogy a globalizáció ellen lázadni, az körülbelül olyan, mintha lázadnánk a genetikai kód ellen. Jogosan lázadnánk, mert ilyen ronda lényeket, mint a csótány vagy a szúnyog, ilyeneket is létrehozott. De hát nem erről van szó. Enélkül nem működik. Ez az alap. A logika mutatja, ez a logikai párhuzam mutatja, hogy a genetikai kód ellen nyilván senkinek sem jut ilyen hülyeség eszébe, hogy lázadozzon, de a globalizáció ellen sokan, miközben csak ugyanarról a logikáról van szó. Tehát tulajdonképpen Darwin ma már nem azt jelenti, mint amit jelentett régebben. Darwin... 5 percen van még, jól számolom, vagy lehet, hogy csak nem látom. Tessé? 10? Nagyszerű, akkor részletesebben mondom. Tehát Darwin, oppá, mit csináltam most, ja, elholtottam véletlenül. Na, tulajdonképpen, szóval Darwint úgy, ennyi a lényeg valóban, hogy a fajok egymásból röttek létre, de ezt sokféleképpen tehették. Ez lehet, hogy úgy tették, amit biológiai darwinizmusnak neveznek, hogy minden a géneknek van alárendelve, ami az életben van. Tehát, minthogyha a gének a gazdi, és a kutya, tehát a tulajdonságok, az persze szaladgál előre, szaladgál hátra, attól függően, hogy mennyire hosszú a póráz, de végül is hosszú távon ugyanoda megy, mint a gazdi. De egy másik szemléleti, darwini, szintén darwini szemlélet is élvényes, és ugyanolyan hibátlan, tehát nem csak egyféle darwini evolúció van, hanem az egyetemes darwinizmus azt mondja, hogy különféle replikátorok vannak, különféle darwini evolúciók, mindegyik a saját útját járja, nem tervez, hanem gányol. Olyan, mint hát ez a kép nem nagyon látszik itt. Tehát a gének, a mémek, a mónok ott van, 3 kutya, az egyik erre húz, a másik arra, a harmadik amarra, és aztán összességében majd kialakul valami egyensúly. Tehát megjelenik mondjuk egy mém, mondjuk a környezetvédelem mémje, és durván beleavatkozik a gazdaságba, tehát például az Engőn nem épül radar, vagy akár a biológiába, tehát például életbe tartjuk a pilórusztenózist, és ettől megváltozunk mi magunk is. Tehát tulajdonképpen gazdi, ebbe a szemléletbe az a lényeg, na hátrafelé, ebbe a szemléletbe az a lényeg, hogy gazdi az nincsen, csak a mémek van, csak a különféle evolúciók, replikátorok evolúciója van, mindegyik küzd a saját túlélésért. És ez a fajta darwini modell is működik. Van, ahol ez működik inkább, van, ahol ez. Az emberre leginkább ez hat. Ennek alapján alakul ki az az új emberfaj, ami már most is látszik, tehát mutattam az elején néhány példányát itt, akinek számára az internet egyáltalán nem egy elidegenítő dolog, vagy mit te mondjuk az, hogy éppen ki a maga dolgával foglalkozik a neten, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők el vannak idegenedve egymástól, sőt, akár az ellenkezője is. No, a két paradigma, tehát a két darwini gondolkodásmód világképe nagyon különbözik. Ami közös az az, hogy valamikor a kőkorszak elején kialakult egy homo sapiens, és azóta biológiailag nagyon keveset változtunk. Tehát szaporodóképesek lennénk mondjuk egy 10 000 évvel ezelőtti homo sapiens-szel. Van, amivel nem. A Neandervölgyivel például nem voltunk azok. Nem találtak eddig még olyan fosszíliát, ahol a neandervölgyi előember keveredett volna a homo sapiens-szel. Ráadásul úgy tűnik, hogy a neandervölgyit mi írtottuk ki, mert mi a homo sapiens. Pedig jobb esélye volt, az agya például 25%-kal nagyobb volt, mint a miénk. Úgy látszik, az már túl sok. Nem kell mindent mindig pontosan érteni.
neki már az volt a baja. No, a biológiai darwinizmus tehát úgy látja a világot, hogy ott állt a kőkorszaki szaki, az információ társadalom, vagy itt van most, itt állunk az információs társadalom küszöbén, a kőkorszaki agyunkkal, ezért csak rossz válaszokat tudunk adni, tehát mit drogozunk, internetfüggőek leszünk, stb. De a egyetemes darwinizmus egy másik választ ad erre a kérdésre, azt a választ adja, hogy nem. Ott állt a kőkorszaki szaki egy információs társadalomra alkalmas aggyal, és nem tudta, hogy mit kezdjen vele, mert kellett hozzá még egy csomó dolognak az evolúciója, az írás evolúciója, a könyvnyomtatás evolúciója, az internet létrejötte, mind-mind forradalmi változás volt. Most már lassan kezdjük látni, hogy ebből mi lesz, hogy ez mire vezet. Tehát ki fog alakulni egy, majdhogy nem azt mondom, hogy egy új faj, hogy az biológiailag szaporodásképes lesz a jelenlegi homo sapiens-szel, vagy sem, még ezt se tudhatjuk. Lehet, hogy nem, egyszer azért, mert már nem ért szót vele, tehát nem tud egy férfi egy nőt, vagy egy nő egy férfit úgy elcsábítani, hogy abból gyerek legyen, ha nem érti a minimális informatikát, még az is lehet. Tehát kialakulhat egy homo informaticus, ami tehát nem csak a genetikai, tehát a hagyományos biológiai evolúció terméke, hanem több különféle típusú evolúció, a gének, a mémek, a mónok, tehát a gazdasági replikátor terméke, és kezd látszani ezek a jellemzői is. Például felgyorsult percepció, tehát a mai tizenévesek, azok képesek mondjuk egy videóklipbe, de másodpercenként 5-6 vágást még követni. Én nem vagyok képes, és a társaság nagy része is valószínűleg inkább nem, mint igen. Tehát sokkal gyorsabban meglátjuk azt, hogy mi a lényeg benne. Erre persze azt mondják, hogy felületesebb. Ki tudja, megint tranziens jelenségekből hajlamosak vagyunk levonni hosszú távú következtetéseket. Másként fognak ész, másként az észlelés. Sokkal kritikusabb ez a generáció, már a tiétek is, de a utánatok következő az még inkább. Ugyanakkor sokkal toleránsabb is, tehát sokkal jobban elfogadja, hogy bizony sokféle gondolat van, sokféle ember, sokféle dolog tetszik, és nekem nem baj, ha nem ugyanazt tetszik, mint neked. Majd megtaláljuk a neten mind a kette, hogy pont minket mi érdekel, és ettől még jól el lehetünk egymással, összeérhet a hátunk, ha az van kedvünk épp más is, az a két ember nem csak háttal üli nyilván egymásnak. És még egy furcsa tulajdonsága van, az információt értéknek tekinti. Tehát ez is, mi az információ? Hát végül is az úgy van. Az információ persze, az nektek nem kell magyaráznom, hogy nyilvánvalóan érték, de ez a homo informaticus, ha egyszer kialakul, akkor mit értek ezen például? Azt, hogy nekem sokkal kisebb fájdalom elkölteni a bankkártyámról, mit te mondjuk 1000 forintot, mint a zsebemből kiadni. Mert valahogy nem ugyanaz, nem tud számomra pszichológilag ugyanaz a pénz lenni, ami egy számjegy egy képernyőn, mint az, ami így fizikailag érinthető. Úgy tűnik, hogy ez változik. Tehát én még egyértelműen homo sapiens vagyok, ahhoz a fajhoz tartozom, de ez változni látszik. Tehát nem ott lesz a határvonal, hogy bölcsész vagy informatikus, mert már most se. A 2000-es évek elején például pont egy ilyen, merem cikizni, egy ilyen kicsit rövidlátó kutatás kihozta, hogy van egy úgynevezett információs szakadék, internet szakadék, digitális szakadék, azok között, akik értik a digitális világot, és aki nem. Ez mára eltűnt. Tehát egy nagyanyú, aki idegenkedik a számítógéptől, nem is nagyon tudja kezelni, pontosan tudja, nem úgy fogalmazza, hogy letölt, ő úgy fogalmazza, hogy az unokám lehozta a kedvenc karádi dalaimat a netről, nem ugyanaz. Érti, hogy mi történt, és tényleg érteni fogjuk, és tényleg érteni is kell, úgy tűnik. Tehát most átmeneti konfliktusok még vannak, de ezek fel fognak oldódni. Persze,
mint ahogy itt a társaság többsége nem, már ezt a számítógépet, ha elromik, nem tudja megszerelni, akkor se, ha amikor működik, akkor remekül tudja használni, lesznek olyan szakmák. Én azt se tudom, hogy a WC lehúzó mitől működik egyébként, azt se tudom, hogy hol van a motor az autómba. Jó, valahol biztos van, mert megy az autó, de nem is nagyon érdekel, amíg megy az autó. Tehát nem ez lesz az érdekes. Tehát a bölcsész és az informatikus valószínűleg ugyanúgy a homo informatikushoz fog tartozni, és az is hozzá fog tartozni valószínűleg, hogy 2-3 életmentő műtéttel születik. Mert errefelé halad, úgy tűnik, az ember, a homo sapiens evolúciója. Ezért átmeneti konfliktusok persze vannak és lesznek is, de szóval apám például közelebb volt a homo informatikushoz bizonyos értelemben, mint én. Ő 80 éves korában kapott rá az internetre. A dupla klik már nem ment neki, mert annyira nem volt jó a mozgás koordinációja, és nem is lehetett beállítani az egeret úgy, hogy jó legyen, mert annyi, hol lassú, hol gyors, úgy nem lehet állítani. Szóval tudom az egeret, a dupla klikket állítani, de nem tudom úgy állítani, hogy ahogy éppen az ő kezerezgések csinálja. Hát arra jött rá, úgy indított el egy programot, hogy rányomott jó keményen, lehozta a tálcára, elengedte, ott még egyszer rányomott, és akkor elindult. Nem kellett dupla klik. Tehát ilyen értelemben homo informatikus volt, és egy utolsó sztori, ezt nem bírom ki, hogy ne mondjam el. Tehát szóval apám és nagybátyám, tehát a testvére, egyszer már jóval 80 fölött voltak mind a ketten, egy ilyen vasárnap délután borozgatás közben berengtek azon, hogy hát bizony tompulunk, lassulunk, mire a nagybátyám így kezébe a pohárral, ezt azt mondta, na ja, de nekünk legalább van miből. Na hát ez a lényeg, hogy legyen miből. Köszönöm szépen a figyelmet.